Emberek egyáltalán nem bírják elviselni, ha valamire rossz választ adnak. Ilyen szempontból borzasztó lelkiismeretesek. Volt egy srác, akitől útbaigazítást kértem, mert úgy tűnt, hogy helyi és véletlenül még angolul is beszélt, méghozzá meglehetősen jól. És hát szegény először rossz irányba indított el, de másodszor is, és harmadszorra indulok útnak arra fele, amerre ő mondta. És elméletileg, ha ezzel az úton arra megyek, amerre ő mondta, akkor nem sokára bele fogok botlani egy-két percen belül. Amit már többször tapasztaltam itt Taipeiben, hogy ha valamit meg akarsz nézni, és nem irreálisan nagy távolságra van tőled, érdekességként lehet a metróval utazni, bár szerintem sokkal jobb gyalog menni, mert rengeteg emberrel akadsz össze, rengeteg emberrel lesz dolgod, és elég érdekes figurák ezek az itteniek ahhoz, hogy az ember ezt kikerülje, és nagyon érdekes emberekkel lehet találkozni, akik egyébként borzasztó közlékenyek. Ami még érdekesebb, hogy a sokadik emberbe botlok bele, aki azt mondja, hogy valamelyik rokona magyarországi, aki ide költözött, és itt élnek együtt, és ő azoknak a szülőknek a gyermeke. Közben én azt hiszem, hogy megérkeztünk. Csánkhálisak Memorial Hall nevű helyen vagyunk, amit egyébként körbevesz egy gyönyörű park, és itt van egyébként a Nemzeti Színház is, és ide is úgy sikerült eljutni, hogy egy pillanatra torpantam csak meg az egyik metró megállónál, ahol saját magától jött oda valaki, hogy szükségem van a segítségre. Itt egyébként ezt meg lehet figyelni, hogy nem nagyon kell keresned a segítséget. Tuti, hogy belebotlasz valakibe, aki odajön és megkérdezi, hogy merre szeretnél menni, mit szeretnél csinálni, hol vagy elakadva. És egy picit is tud angolul, ez ki is fogja ezt használni, és sokat fog neked beszélni. Mindenki elmeséli, hogy ő hol lakik, honnan jött, megkérdezi, te miért vagy itt. És nagyon kedves emberekről beszélgetünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy sok más országgal ellentétben itt, Tajvanon mindenki tudja, hol van Magyarország. Ami egyébként egy jó érzés, nagyon sokan jártak már Magyarországon, és következetesen szinte elkísérnek a helyszínig oda, ahova te el szeretnél jutni, csak hogy minél inkább részt vehessenek abban, hogy neked sikerüljön megtalálnod az úti célodat. Most egy picit körbenézzünk itt a parkban, amit nagyon jó szívvel ajánlok, mert nekem már húzza a szememet a látvány.
Hát a legnagyobb sajnálattal mondom, hogy a Csánkásek emlékparkot azt most újítják éppen föl, ezért teljes pompájában sajnos most nem látható. Javarészt be van állványozva, és ráadásul pont azokon a részeken, ahol a legérdekesebb volna ezt nézni. Ettől függetlenül egyébként, mint az előbb láthattátok, meg fogjátok is látni, azért maga a tér így is érvényesül, és borzasztó impozáns mind léptékben, mind pedig egyetemzékvető nagyságában ez az egész terület. Az őt körbevevő park pedig szép és kellemes, sok-sok örökzölddel, és még most is virágzó növényekkel. Az őrségváltást egyébként nagyon nehéz megnézni, mert borzasztó nagy tömeg kíséri, tehát amiket lehet látni ilyen promóciós videókban, azok meg mind olyanok nyilván, ahol eleve erre az alkalomra állítottak oda egy operatőrt. Ezt a kivitelt sajnos nehéz volna elérni, szinte képtelenség, de ezért így is pár kockát láthattatok belőle.
felmenő érzés megérkezni Ázsia egyik leghíresebb kis underground ecsetboltjába, ahol kézzel készült ecseteket árusítanak. Ebben a kis boltban, ahol egyébként angolul nem beszéltek, mégiscsak kézzel lábbal, de megértettük egymást, és én nagyon boldogan fogok hazatérni. Ennyi fért bele a Tajvannal kapcsolatos videóhalmazba, és ennyi fért bele mindenbe, nincs tovább. Én most elindulok a gépem felé. Hello, Taiwan. Right now, this is Taiwan. Taiwan. Taipei. Taipei. Right now, this is Taiwan. Taiwan. Taipei. Taipei. Taipei.